Abban az esetben, hogyha egy Windows-os környezetbe szeretnénk telepíteni egy Drupal teszt környezetet, szükségünk lesz egy webszerverre, egy PHP értelmezőre, valamint egy valamilyen adatbázis szerverre. Természetesen megtehetjük, hogy ezeket a komponenseket különböző helyekről szedjük össze, és megpróbáljuk ezeket összehangolni. Én azonban azt javaslom, hogy egy már összecsomagolt változatot használjuk, ez pedig az XAMPP nevű csomag. Ennek az XAMPP nevű csomagnak az XPAM for Windows változatára lesz szükségünk, és a download résznél az installert töltsük le. Ez az installer települ a számítógépünkre, ebben aztán minden benne van, ami nekünk kell. Benne van egy adatbázis szerver, benne van egy webszerver, ami PHP értelmezőt is tartalmaz, sőt nem is akármilyen PHP értelmezőt, és számtalan olyan dolog van még benne, amire nekünk adott esetben nem lesz szükségünk, de ez azért ne vegye el a kedvünket. Ez az installer, ez könnyedén telepíthető, kivéve akkor, hogyha valamilyen program éppen azokat a portokat fogva tartja, amikre a mi programjaink próbálnak meg ráülni. Például, hogyha már előző próbálkozásainkkor egy IIS webszervert például telepítettünk, akkor nem biztos, hogy sikerül majd az Apache-ot elindítani. Ezt legpraktikusabb ilyenkor leszedni. Valamint, hogyha Skype nevű programot használjuk, ami általában a 80-as portra ül föl, ezt is jó, hogyha leszedjük, mert ebből is problémák lehet. De úgy alapvetően könnyedén föl tudjuk ezt telepíteni. Abban a pillanatban, hogyha sikerült föltelepíteni, akkor lesz nekünk egy ilyen XAMPP control panelünk, amin lehet látni azt, hogy éppen melyik program fut. Látszik, hogy nálam most fut az Apache, a MySQL és egy FileZilla nevű szerver, amit én le is állítok, mert erre nem lesz szükség. Ebben a pillanatban már elérhető a localhoston, ez az XAMPP felület. Mi mégis egy kicsit többre vágyunk, föl fogjuk tupírozni ezt a rendszert, hogy ne mindig bolyongani kelljen a különböző furcsa nevű könyvtárakba, hanem könnyedén, egyszerűen és gyorsan tudjunk fejleszteni. Ehhez a következőt kell megtenni. Először is le kell állítani az Apache webszervert, majd két fájlt kell szerkeszteni. Az egyik a programfiles xamp apache conf extra httpd vhost conf nevű fájl lesz. Ez itt látható fölül az elérési címe. Ebbe a fájlba először is valahol az elején találunk egy, itt nálam a 19. sorba, egy name virtualhost csillag 2.80-as sort, ami elől a hashmarkot ki kell szedni. Valamint lejjebb ajánlott a fájl végén fölvenni azokat a virtuál hostokat, amiket mi fogunk használni. Ennél a virtuál hostnál meg kell adni azt, hogy mi legyen a szerver neve, tehát mire hallgasson a szerver, valamint meg kell mondani neki azt, hogy ez a szerver ez hol érhető el, melyik könyvtárba. Én most a C2.per Drupal könyvtárat állítottam be, természetesen lehetőségünk van arra, hogy mondjuk C2.per munka per Drupal, vagy C2.per munka per a munka neve, azon belül egy webkönyvtár, és így tovább. Tehát bármilyen könyvtárat megadhatunk, bármilyen struktúrát kialakíthatunk, ami nekünk jó. És nagyon fontos, hogy maga a web szerver és a mi általunk készített projektek, azok így megfeleltetőek. Tehát azt mondom én, hogy ha beírom a Drupalt a böngészőm címsorába, akkor a C2.per Drupal könyvtárban található fájlokat szolgálja ki a webszerver. Természetesen ez még kevés, meg kell mondani a webszerverünknek, hogy ezeket a fájlokat, ezeket bárkinek kiszolgálhatja, különben elír és megtagadva üzenetet fog nekünk adni. Ha ez megvan és elmentettük, utána még egy dolgot kell megtennünk, a Windows System 32 driver RTC host könyvtárban van egy host fájl, ezt a host fájlt is szerkeszteni kell. Ide meg kell mondani a Windowsnak, hogy a 127.0.0.1 IP cím az a Drupal névnek felel meg, vagyis fordítva, hogyha valaki a Drupal nevet fogja keresni itt a böngészőnkbe, akkor a 127.0.0.1-es IP címre kapcsolódik rá a böngésző. Ezzel belenyúlunk a név feloldásba, tehát amikor a domain név rendszerhez fog kapcsolódni a böngészünk, akkor a Drupal
szóra egyből ezt a 127.0.0.1-es IP címet fogja kapni. Ha vissza sikerül mennem ide a böngészőre, és beírom ide a címsorba simán csak azt, hogy Drupal, akkor még nem fog semmi történni, mert a szemfülesebb nézők tudják, hogy elfelejtettem elindítani az Apache webszervert, ezért most gyorsan elindítom, fut, visszajövök a böngészőre, és már is ugye fut a Drupal installáció, ez azért lehetséges, mert én a C2.per Drupal mappába már felmásoltam egy Drupal 5.1-es alaptelepítést. Bármi kérdés az ide jöhet.